Sziasztok, én Benő vagyok, és ebben a videóban az új FIFA World Cup 2022-es Katar starterpakot fogjuk kibontani. Ugye ez a starterpak 37 kártyát tartalmaz, ugye egy a gyűjtőalbumot, egy játékszabályzat, ilyen könyvet, 4 csomag kártya és 5 darab limitett kártya. Kezdjük is el kibontani. Várjál, megnézzük, hogy még van-e benne valami. Még van benne ugye a csomagok. És már üres. Jó, akkor először nézzük meg az albumot. Hogy ebben nagy kártya is van, azt sem előbb láttam. Ugye így néz ki az album. Nagyon jó. Akkor nézzük meg akkor a limitedeket. Itt most van 2 nagy kártya, ahogy látom. Ezt én nem tudtam. Van egy Pulisic és egy Harry Kane. Én amúgy nagyon szeretem ezeket a nagy kártyákat, meg még van kis limitedek, egy Timo Werner és egy Trent, Sian, Szuri, nem tudom kiejteni a nevét. És elvileg itt még van egy ilyen 150 coin-os cucc. Ugye itt vannak ilyen kártyák, amelyek lesznek, de ezt inkább nézzük meg ebbe a játék szabályzati kártyába. Ugye itt vannak a teammate-ek. Itt láthatjuk őket. Utána vannak ugye a titánok, a magicenek és a golmasinok, meg ugye a fans favoritek, amik még ilyen csillagósak. Ugye vannak a game changerok és a top keeperek. Van a Rocky, meg a legend kártyák. Én nagyon szeretem ezeket a kártyákat, már van pár. Ugye vannak a top masterek. Azok amúgy szerint hasonlítanak a Legend kártyára, de azért különbözőek. Ugye itt van blister, kisméretű fémdoboz, nagy fémdoboz, premium gold pack és premium gold pack, bocsánat, és azon az maga sima premium pack. Szerintem akkor ez ennyi, és akkor most bontjuk ki a csomagokat. Ez szerintem tök jól néz ki, ez a csomagolás, ez a kék. Na mindegy, akkor már kezdjük innen. Itt van benne egy golmasin Benzema, ugye nagyon jól szerepelt ebbe az évbe, meg azt még elfelejtettem mondani, hogy egy csomagban 8 kártya van, egy svájci címer, egy Kimmich fans favorite, egy hát ennek a focistának sajnos nem tudom kiejteni a nevét, egy horvát, Lautaro Martinez, egy Rodrigo Bentancur, egy afrikai és egy belga Tielemans. Jöhet a következő csomag. Ugye van itt ez a kódkártya. Hát ez itt összeragadt. Van egy titán Marquinhos. Egy Game Changer Lo Celso. Ez jól néz ki ez a kártya. Egy Countrynade Team, ez ilyen párostap. Van egy Raúl Jiménez, egy Galatasaray, egy gánai. Egy kataros kapus, egy szaúd-arábiai, és van egy marokkói. Jöhet a következő csomag. Na, ugye ez a kódkártya, ez nem olyan érdekes. Most kezdjük innen. Van egy Ricardo Rodriguez, egy Kai Havertz, Engadu, egy Rogic, ausztráliai, egy uruguayi,
hoppá, már ez megint össze van ragadva. Ó, egy Game Changer szaka. Egy Titán Hinkapé. És egy Roki Dusan Vlahovic. Ugye a Juventus játékosa. És jöhet az utolsó csomag. Remélem ebbe lesz valami Legend vagy Topmaster. Jön egy kódkártya. Ó, egy Lionel Messi Goal Machine. Ez se rossz. Egy ilyen, megint itt van egy ilyen összetapadás. Van egy, hát, most ennek magyarul vicces neve van, Baba, mondjuk ezt szerintem Bábának ejti. Egy Abubakar, egy Araujo, egy Estrada, egy Gündogan, és van egy mexikói, de itt még össze van ragadva, és még van egy Ampadu, és egyébként még mutatom, itt még azóta előtte van pár kár, még ez a videó előtt nyitottam pár csomagot. Itt úgy van egy Game Changer McKennie, egy Magician Damsgaard, egy Goal Machine Harry Kane, egy Goal Machine Lewandowski, egy Magician Paqueta, egy Premium, Premium Gold Limited Money, egy Goal Machine Ferran Torres, egy Diego Godin, egy lengyel középpályás, Robertson, Azpilicueta, Vinicius Junior, Leonardo Paredes, itt van egy kínai logó, és egy ecuadori, meg egy portugál, itt van egy Game Changer Griezmann, egy afrikai, egy szenegáli Kouyaté, aztán van még egy, utána jön egy gánai, utána egy ukrán Malinovski, utána egy André Silva, aztán egy ecuadori Félix Torres, egy Giovanni Reina, egy kanadai, ez a horvát széletasza, nem tudom, hogy ejtik a nevét, még van egy Ginter, és egy Tomai Su, meg egy Taremi, és végül egy Katari logo, és egy Robinson. Ennyi lett volna ez a videó, nekem nagyon tetszenek ezek a kártyák, sziasztok!